És akkor folytatjuk azt a nyomozást, hogy bizonyos pénzek hova tűntek. Kerékbárci Szabolcs, a DK elnökségi tagja a vendégem. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Magánnyugdíjpénztári vagyon, maradjunk egy picit ennél a témánál. Önök hogyan látják, mire fordítódott ez a mintegy 3000 milliárd forint, amelyet mondjuk úgy, hogy elstandoltak a magánnyugdíjpénztártagoktól? Eltűnt ez a pénz, érdemben nem csökkent az államadósság, az előbb is elhangzott szerintem nagyon helyesen, hogy tulajdonképpen itt magánvagyonát vették el az embereknek, ezek magán megtakarítások voltak, teljesen független attól, hogy hol lettek ezek lekönyvelve az állam részéről. Ez egy nagyon nagy disznóság, lopás, átverés. Tartunk attól, hogy nehezen helyrehozható kárt okozott az emberek számára. Itt több mint 2 millió embernek a magánvagyonáról volt szó egyébként. Azt mondja, hogy nehezen helyrehozható. Egyáltalán elméletben bárhogyan helyrehozható? Tehát vissza tudjuk még követni, hogy kis Mariskának mennyi pénze volt magánnyugdíjpénztárban, abból mennyi ment be a közösségre? Nyomon követhető ez egyáltalán pontosan? Nyomon követhető az, hogy kitől mennyit vettek el, hiszen nyoma van annak, hogy kinek a megtakarítás. Ugye ez egy átverés volt, azzal zsarolták, hitegették az embereket, ahogy ez az előbb is elhangzott, hogy itt tulajdonképpen jobban járnak, egyéni számlák lesznek, nem lettek egyéni számlák természetesen. Az nyomon követhető, hát hogy kitől mennyit vettek. Hogy jobban járnak, hanem volt egy olyan pontja is a valóban több lépcsős történetnek, ahol azt mondták, hogy nem lesz teljes körűen jogosult a nyugdíjra az, aki nem veszi ki a pénzeit. Tehát volt egy ilyen pontja, ami talán a legerősebb pontja volt. Így van. Ennek sokan sajnos bedőltek, hiszen ha az állam mondja azt, hogy megfogunk titeket, az állam kezdi el zsarolni, vagy nyomást gyakorolni az emberekre, azért ez elég nyomós érv nagyon sokak számára. Én azok közé tartozom, akik nem döltünk be, tehát ennek a fideszes trükknek nem döltünk be. Nem jártunk rosszabbul, sőt, jobban hát jártunk. Ön még magánnyugdíjpénztári. Én magánnyugdíjpénztári. Hányan vannak? Nem az ön magánnyugdíjpénztárnál, összesen hányan vannak már Magyarországon? Néhány tízezren, én ha jól tudom, nem tudom a pontos számokat, 50-60 ezeren talán, tehát nem vagyunk olyan nagyon sokan. A magánnyugdíjpénztárak jól működnek, tehát ez a rendszer jelen pillanatban jól működik. Néhány nagy maradt, az adminisztráció is rendben van. A magántulajdon általában jobb, mint az állami tulajdon. A Lajtától keletre a világnak ezen a részén, ezt nagyon jól tudjuk, ahova az állam rátenyerel, ott lopás van, korrupció, szürke gazdaság, csalás van. Nem bíznak az emberek az államban, szerintem megdőlt még azoknak a bizalma is, akik annak idején például elfogadták azt az érvet, vagy meghajlottak a zsarolás előtt, hogy majd itt jobban járnak, lesz állami nyugdíjuk. Az állami nyugdíjrendszert nem reformálta meg ez a kormány, azt is tönkretette, amit a 90-es évek közepén az akkori kormány nyugdíjreform címén elindított, amihez egyébként nem nyúlt hozzá az első Orbán kormány sem, de ezt úgy tűnik, hogy sikerült teljesen tönkrevágni a kormánynak. A reformok nem működnek, etéren sem. Volt az előbb egy mondata, amiben belekapaszkodnék, azt mondta, hogy a magántulajdon általában jobban működik, mint az állami. Most pedig éppen földprivatizáció zajlik, tehát igen, akkor az elfogadható, hiszen általában tényleg azt mondják, hogy jobb tulajdonosa a magánszemély, a magáncég, mint az állam. Különítsük el a transzparens, átlátható, jól működő magánrendszert a lopástól. Az is egyfajta, hogy abszurd módon magánszektornak tekinthető, a néhány oligarha, vagy a kormány, az éppen aktuális hatalom közelében álló csoportok szerzik meg a közvagyont. Ez is magánosítás a szónak a szoros értelmében. De hát ez azért könnyen a visszaélés, vagy a lopás szavakkal azonosítható. Én tartok attól, hogy erről van szó. Láttuk például a Mezőhegyesnél, hogy egy több száz éves összefüggő, jól működő, világszínvonalú birtokot hogyan vernek szét, és hogyan kapják meg a földeket fideszes csókosok, strómanok, különböző emberek, hogyan teszik rá a kezüket. De szörnyű egyébként, legutóbb Raskó György barátom hívta fel arra a figyelmet, hogy Magyarországon van néhány tucat olyan külföldi nagyvállalkozó földbirtokos, akik több ezer embernek adnak munkát,
a befizetésük az állami költségvetésbe évente több 10 milliárd forint, sokkal többet fizetnek be az állami költségvetésbe, mint a kisgazdák, már a családi gazdaságok együttvéve, ezektől az emberektől is egy tolvonásra elvették a földeket. Itt nem az volt a lényeg, hogy a tulajdonos magyar vagy nem magyar, hát aki 25 éve mondjuk Magyarországon él, termel munkahelyeket magyar embereknek, magyar polgároknak is, befizet a költségvetésbe, ők mindenképpen értéknek, kincsnek számítanak, tőlük is elveszik a földet. Tehát ez nem pusztán privatizáció, hanem ez újrarendezése a tulajdonosi struktúráknak, amennyiben egy csomó tisztességes vállalkozótól átáramoltatják a tulajdont fideszes oligarcháknak és az ő barátaiknak. Hogyha már Raskó Györgyöt említette, ugye az Antal kormánynak az államtitkárát, pont a Magyar Nemzetben van vele ma egy interjú, ahol ő meglehetősen érdekes dolgot állít, ami egy friss információnak tűnik. Nem tudom, hogy ő ezt honnan veszi, ezt az információt. Minden esetre azt mondja, hogy a mostani földprivatizáció után a kormány segítséget fog nyújtani ahhoz, hogy a jelenlegi földbérleti szerződéseket felbontsák majd. Tehát tudjuk, hogy pillanatnyilag ezek a földek hosszú 25-30 éves földbérleti szerződésben vannak, és ugye a kormány mindig mondja is, hogy ez biztonságban van. Az ellenzék épp azt mondja, hogy nem nagyon értik, hogy akkor miért lesz értelme megvenni ezeket a földeket, hiszen 30 éves haszonbérleti szerződés van rá. Most viszont egy egészen új információval szembesülünk, vagy legalábbis van egy ilyen hír, hogy valamilyen módon meg fogják találni a jogi kiskaput arra vonatkozóan, hogy ezeket a haszonbérleti szerződéseket felbontsák. Ezt gyanítják mindenhol, nagyon régóta helyben lakó emberek vidéken, ahol földek vannak, hogy itt nem történik más, mint sem, hogy egy egyszerű jogi jogszabály módosítással átjátsszák a tulajdont azoknak, akik megszerzik tulajdonképpen most ezeket a bérleti jogosultságokat, vagy akik az új tulajdonosok lesznek, akik számára a hosszú távú bérlőknek most fizetniük kell majd a bérleti díjat szemben az állammal, hiszen ez történt, hogy ön is elmondta. Hát nem kell ehhez nagyon nagy fantázia a Fidesz számára. Nyilván egy egyéni képviselő indítvánnyal majd a következő hetekben, hónapokban benyújtanak egy ilyen törvénymódosítást. Simán semmibe veszik az eddig meglévő szerződéseket. Ez történt a magányugdíjpénztárnál. Nem szent, nem tabu, semmilyen jogszabály, semmilyen tulajdon, semmilyen szerzett jog, vagy szerződési kapcsolat, hanem majd átjátsszák ezeket a földeket. Szerintem Raskó György kimondta azt, amit vidéken mindenki sejt vagy tudni vél. Éppen Mezőhegyesről is beszéltünk. Teljesen evidensnek, nyilvánvalónak veszik, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a tényleges tulajdonjogot is átjátsszák azoknak, akik most helyzetbe kerültek. Egyszerűsítsük le a kérdést, még mielőtt nagyon elvesznénk a részletekben. Ugye az ellenzéki pártok közül valamennyi nagyon-nagyon bírálta a földbérleti szerződéseket, hogy ott kijátszották a gazdákat. Tehát az nem tetszett az ellenzéknek, önöknek sem. Most ehhez képest ugye éppen arról beszélünk, hogy ezeket a bérleti szerződéseket írhatják majd talán felül, és lehet ebből hogy tulajdonosi jog, akkor ez sem jó. Tehát a bérleti szerződés sem volt jó önök szerint, és ez sem jó. Mi lenne a jó akkor? Nem a bérleti szerződés, a körülmények nem jók, de tényleg nem menjünk bele a részletekbe. Ha van egy világos állami szabályozás, mindenki tudja, hogy mik a feltételek, és ezek a feltételek egyenlőek, mindenki számára egyenlőek, akkor ez egy jó rendszer önmagában, mert jogbiztonságot jelent, kiszámítható gazdálkodást jelent. A kormánynak a működésével alapvetően jelen esetben két probléma van, általában is ez a probléma a működésével. Nem kiszámítható a jogi és gazdasági környezet, bármikor megváltoztathatnak bármilyen szabályt, és nem egyenlőek a versenyfeltételek. Vannak egyenlőbbek, vannak, akik könnyebben jutnak hozzá közvagyonhoz, és ráadásul kiszámíthatatlan feltételek mellett. Vannak, akik ebből ki vannak zárva. Ez az alapvető probléma. Egy bérleti struktúra, egy bérleti rendszer is működhet jól, hogyha mindenki számára átlátható, mindenki számára hozzáférhető, ha ugyanazok a feltételek. Lehet egy privatizáció is jó, természetesen, én privatizáció, tehát magántulajdonpárti vagyok, ismét megerősítem, de akkor legyenek a feltételek egyenlőek. Valószínűleg a földeknek egy idő után teljesen liberalizált piaci keretek között
kell, hogy működjenek, és kereskedni lehessen velük, ez az Európai Uniós tagságunkból is fakad. Itt még nem tartunk, a kormány visszafordíthatatlan helyzetet akar teremteni, azt akarja elérni, hogy barátai, oligarchái jussanak kedvező helyzetbe, hogy majd tőlük nehezebben lehessen számon kérni azt, hogy hogyan jutottak a földekhez. Mindennel ezt csinálják gyakorlatilag. Elvesznek, átrendezik az egész országot, saját maguk számára nyújják le a különböző pénzeket. Láttuk ezt ugye akár a Budakesnél, akár a Széchenyi Banknál, vagy máshol, hogy hogyan raknak állami milliárdokat, ez is egy technika, bele különböző cégekbe, titkosítják az információkat, pont, és így tovább. Ha már a Széchenyi Banknál tartunk, önök azok, akik szerettek volna belelátni abba, hogy hogyan történhetett meg az, hogy a Széchenyi Bankot átvilágították, az állam nagyon sok pénzt beletett, majd utána rövid időn belül csődbe ment. Hogy állunk most ezzel a kérdéssel? Így van, átvilágították, az átvilágítási dokumentumot titkosították, államtitokká minősítették, 3 milliárd forint valahogy eltűnt kézen közön. Töröcskei István, hát én nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna róla, hogy egy tisztességes üzletember, de ezt majd az ügyészség meg a bíróság ki fogja deríteni. Tegnap áttörést értünk el a bíróságon, amennyiben ugye én feljelentést tettem a Demokratikus Koalíció nevében, hogy adják fel a titkosítását ennek a bizonyos átvilágítási dokumentumnak. Tudja meg a közvélemény, mert ez közadat, hogy a 3 milliárd forint valójában mire fordítodott. Kisebbségi tulajdonrészt vásárolt ráadásul, tehát nem is irányítói jogot a Széchenyi Bankban a magyar. Így van. A bíróság úgy döntött tegnap a törvényszék, hogy Péter Falvi Attila ombudsmanhoz adatvédelmi és információ szabadság hatóság elnökéhez fordul a bíróság egy úgynevezett titokfelügyeleti eljárás keretében. Az ombudsmannak kötelessége 60 napon belül felülvizsgálni az, hogy jogos volt a titkosítása az állami milliárdok Széchenyi Bank barakásának, illetve bíznak ezen körülmények. Bíznak abban, hogy ennek 60 napon belül az lesz az eredmény, hogy megismerhetjük ennek a furcsa tranzakciónak a hátterét? Természetesen én azt gondolom, hogy igen, teljesen abszurdak a körülmények, ezt szerintem Péter Falvi Attila is látja. A Nemzetgazdasági Minisztérium arra hivatkozik, hogy a központi pénzügyi rendszer védelme érdekében volt szükség a titkosításra. Teljesen abszurd. Aki ezt érti a kedves nézők közül, azok legyenek kedvesek, hívjanak föl bennünket, mert mi nem értjük. Hívjanak minket, így van. Én pedig köszönöm, hogy itt volt. Azt hiszem, hogy a fejleményekről beszélgetünk majd még. Én köszönöm a lehetőséget.